A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A székesfehérvári evangélium szerint reformált gyülekezet 1824. január 11-én alakult meg. Erről fogunk beszélgetni, hiszen 200 éves a református egyház itt Székesfehérváron. Tisztelettel köszöntöm Berze János vezetőlelkészt, örülök, hogy itt van velünk. Köszönöm, én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Nos, hát azt tudjuk, hogy már 16. században itt volt a reformáció Székesfehérváron, akkor az ellenreformáció idején a székesfehérvári gyülekezetet is megtizedelte, ha úgy tetszik, viszont ez 200 esztendeje pedig újra megalakult. Egy programsorozattal köszöntjük ezt a jeles évfordulót, amelynek az első állomása már megvolt, amiről beszámoltunk természetesen a Széchenyi úti református templomban. Itt volt a mezőföldi esperes úr, és itt voltak természetesen a székesfehérvári református egyház tagjai. No, hát kezdjük a kezdeteknél. Azért egy kicsit essék szó róla, hiszen 1827-ben vásárolta meg az egyházközség a telket, 29-ben építkezés volt, aztán felszentelték 10 esztendővel később, aztán leégett, és így tovább, és így tovább. Nekünk az a fontos, hogy a 20. században miként sikerült biztosítani azt, hogy valóban egy hiteles, és azt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos gyülekezet alakulhatott ki Székesfehérváron. Köszönöm a kérdést. Valóban ez egy közös nagy ünnepe, ez a 200 éves jubileum a székesfehérvári reformátusságnak, és pont január 11-én van ugye a pontos 200 éves évfordulója a megalakulásnak, és ahogy mondta ön is, korábban is éltek itt reformátusok, és bár 1824-ben a sárkeresztesi egyházközség lányegyházak községeként indult a református gyülekezet, de 1857-ben már bizonyosan önálló anyaegyházközség volt, és minden esemény és nehézség ellenére folyamatosan fejlődött a reformátusság. Bizonyára a város növekedésével, fejlődésével együtt növekedett a reformátusság létszáma is, hiszen tudni kell, hogy a reformátusság azért kezdetekben nem egy jól polgárosult közösség volt, hanem főleg földművesekből és iparosokból, családokból került ki a református egyháznak a tagsága. És hát ez nem kell, hogy mondjam, hogy az főleg az iparosság, meg hát nyilván a parasztság is bejött a városba, hetente többször akár piacolni is, biztos, hogy ő velük is szaporodott ugye a református gyülekezet. Az, hogy miért lett ilyen erős már a 20. században a székesfehérvári reformátusság, az nyilvánvaló, hogy köszönhető a lelki pásztorainak is, akik hűséggel szolgáltak ezekben a századokban. Országos hírű lelki pásztorok is voltak köztük, csak egyet említsek, Bódás János költő lelki pásztort, de utána is, meg előtte is voltak nyilván, akik nagyon jó igehirdetők, és hűséges pásztorok voltak, számon tartották a nyájat, látogatták a közösséget. Emberöltönyi távolságra kell visszatekintenünk, hiszen tudjuk, hogy a Maroshegy, illetve a Széchenyi úti református templom létezett a hívők örömére, hiszen gondoskodó tisztelettel.
történt itt minden, ugyanakkor felvetődött annak a lehetősége most már ugye a 90-es években, 1990-es években, hogy emellett legyen egy új templom, ami azt hiszem, hogy beváltotta a reményeket ilyen értelemben, hiszen 93. szeptemberében már megvolt az első hálaadó istentisztelet. Ez egy nagy változás volt. Igen, hát nagyon érdekes visszatekinteni, megnézni a jegyzőkönyveket, hogy alakult a Ráczhegyi, Öreghegyi református közösség, ugye most már ugye 30 éve. Talán a kezdetekben úgy szerepel, hogy prédikáló állomást hoz létre a református egyház ezen a területen, de nem az volt a célja természetesen, hogy megmaradjon egy ilyen szakrális helyként, ahol hetente egyszer tartanak egy bibliórát vagy egy istentiszteletet vasárnap, hanem tudatosan gyülekezet kezdeményként indult el. És aztán ugye, bár Ráczhegyen van ugye a templomunk, mégis ugye sokak elkezdték Öreghegyi református templomnak nevezni, vagy ugye a mellette futó négysávos útról Budaúti templomnak, és akkor így lett ugye a mai, mostani hivatalos neve, hogy Budaúti Református Egyházközség. Hát nyilvánvaló, hogy mindegyik történelmi esemény, akár az alapkőletétel, akár az altemplomi istentiszteletek elindulása, vagy az első istentisztelet már fönt a templomtérben, vagy a fölszentelés, mind-mind nagy alkalmak, de ugye a legközelebbi nagy esemény volt számunkra, hogy 2021-ben önálló anya egyházközség alakultunk 2021. január 1-én, tehát most ünnepeltük a harmadik évfordulót. Mit ad egy egyházközség a hívőnek? Miért fontos az, hogy önálló egyházközség lehessen? Hiszen azt tudjuk, hogy ahogy ön is elmondta, hogy az altemplom 94 őszére elkészült, 97 karácsonyán már megvolt a karácsonyi énekek, felcsendültek, hogy tetszik, tehát gyülekezet kezdemény volt először. Igen, igen. De miért fontos, hogy ebből valódi gyülekezet alakuljon ki? Nyilván az ott élők számára ez megerősítést jelent, de azért ez egy különleges pillanat. Hát így van mindenképpen. Én azt úgy szoktam fogalmazni, hogy az egyházi törvények nagyon szépen a fogalmaikkal körülírják ezt a folyamatot. Ugye van amikor leányegyházközségről beszélünk, ugye, amely nem önálló még, hanem hozzátartozik egy anyaegyházközséghez. De úgy szoktuk mondani, a családba a leányból is egyszer anya lesz, és külön családot alapít, önálló családot él. Hát mi is különben ezt éltük meg. Természetesen nagyon hálásak vagyunk, és nagy örömmel ünnepelünk együtt a Széchenyi úti anyaegyházközséggel a közös jubileumot is, meg a reformátusságunkat is, meg azt is, hogy egy közeli családhoz tartozunk, hiszen úgymond a Széchenyi úti közösség alapította ugye a Budai úti gyülekezet kezdeményt, és hát ugye évtizedekig nagyon fontos is volt a támogatásuk, hiszen önállóan fönntartani egy lelkipásztori állást szolgálati lakással, és hát még sok-sok minden fönntartási költséget nem tudta volna önállóan a Budai úti gyülekezet finanszírozni. De hála az Úrnak eljött az az idő, hogy minden törvényi és anyagi feltétele is előállt annak, hogy önállóak legyünk, és ezért fogalmazunk úgy, hogy gyülekezetet alapítottunk közösen. Tehát nem arról van szó, hogy elszakadtunk, vagy leváltunk, mert ugye ez egy negatív fogalmazás lenne, mintha köztünk lett volna bármi dolog, ami miatt ez történt. Nem. Ez egy egészséges folyamat volt, mint ahogy a családban a lányból anya lesz és családot alapít. Ami a közösségben sokat jelentett az önállósággal az, hogy a Budai úti hívek is szembesültek azzal, hogy azt tudjuk megvalósítani,
amit természetesen imádságban elkérve Istentől, meg vezetést kérve, de amit mi teszünk össze. Tehát nincs másra várás, hogy majd egyszer a közösből jut ide is, majd ezt is valaki megcsinálja, ezt is majd egyszer valaki megoldja. Nincs ilyen tovább, hanem az van, amit mi adományként összeadunk, amit mi Isten vezetésével úgy döntünk, hogy megvalósítjuk, az van megcsinálva. És ez látszik azért, hogy gazdája lett a gyülekezetnek, megszépült ugye az udvar, az új gyülekezeti ház, parókia. Valóban élmény. Ön úgy fogalmazott annak idején, hogy az a tapasztalat, hogy minél nagyobb egy szervezet, annál inkább elveszítve személyességét, annál kevesebb embert ér el a maga körén kívül, és hozzátette, hogy egy kisebb, belátható közösség sokkal jobban tudja teljesíteni a küldetését, ráadásul így lelkipásztorként is sokkal klasszikusabb a feladat. Ez egy nagyon fontos gondolat, én azt hiszem, hogy külön-külön, hiszen azért a személyesség az Isten hídben is nagyon fontos. Így van, ezt ma is pont ugyanígy gondolom, és mondhatjuk azt is, hogy az Isten országa is osztódással szaporodik, úgymond. Tehát ugye egy nagy közösség alakít kis közösségeket, azok megerősödnek, azok a megerősödött közösség újra hoz létre kis sejteket, ugye ezek a mai gyülekezetekben a házi csoportok, és azokból is lehet bármi később. Tehát, hogyha a távlatokba gondolkodunk, és látjuk, hogy mekkora a Fehérvár, noha tudjuk, hogy előrejelzések szerint nem lesz nagyobb a városunk lakossága, de akkor is ez egy 100 000-es város fog maradni, igen. És bízzuk, hogy még lesz majd olyan időszak, hogy még többen fogunk lakni. Tehát egy ekkora városban 2-3 gyülekezet se sok. Tehát ha megnézzünk más ekkora városokat, nem csak itt anyaországon, hanem mondjuk anyaországon kívül, Párciumban, Erdélyben, egy ekkora városban van, hogy van 4-5 gyülekezet is. A létszám növekedés egyébként nagy kívás rejt magában, bizonyos értelemben, hiszen önmagában csak az alkalmak azok nem igazán növekedhetnek, mondom én, hiszen aznak megvan az alapja. Viszont azzal, hogy a közösségi tér is megépült a Budai úton, az már egy óriási lépés volt e felé. Igen, hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy mindennek ára van, vagy úgy is lehet mondani, hogy mindennek van előnye és hátránya. Nyilván egy létszámban nagyon megszaporodó közösség ugyanabba a kísértésbe kerül, hogy elveszte a személyességeit, a személyes kapcsolatok, a hálózatát, és picit személytelenebbé válik. Azt gondolom, hogy ez minket azért még nem fenyeget, tehát még van bőven hely a templomban, és még lehet közösségeket alapítani, de ugyanakkor azt én is érzem, hogy ahhoz, hogy megőrizzem a klasszikus lelkész szolgálatomat, ahhoz nem egyedül kell, hogy szolgáljak, és hála Istennek, hogy van is segítségem. Van egy beosztott lelkésznőnk, Ludwig Nézsai Szilvia, aki a zenekar művészeti vezetésébe is részt vesz, lelkészkedik, mellette ő lett a Szent György Kórház református kórház lelkésze. Ez is egy hatalmas terület önmagában, én ezt nem tudnám ellátni a feladataim mellett. És van most már ifjúsági lelkészünk is, Léder Tamás, segédlelkész személyébe, aki hát hitoktatást is végez, de a gyermek és az ifjúsági csoportoknak a összehangolását, és persze maga az ifjúsági köröknek a vezetését ő tartja. Van egy kisifink, a kisifi az a vasárnap 10 órás istentisztelettel párhuzamosan van a gyülekezeti házban, azt is Tamás vezeti, van egy nagy ifink, az főleg középiskolás korosztály, az pénteken délután találkozik, úgyhogy... Ezt teszi életképessé a közösséget, mondom hát igen, igen, tehát ugye én is csak egy ember vagyok, egyetlen egy ember, por és amu, meg ráadásul nem is fiatalodom, tehát ilyen sokrétű szolgálatot nem is tudnék ellátni. Ugyanakkor meglátjuk, hogy ez kell. Tehát egy városi, modern gyülekezetben ezek nagyon fontos területek. A ez a folyamatos... beteglátogatás, a kórház, a személyes kapcsolatok, az ifjúság, ugye a gyermekek, csoportok.
Ezek nagyon-nagyon fontos része a mi küldetésünk. Ez a folyamatos fejlődés záloga, mondom én. Hát mondhatjuk, hogy igen. Természetesen ugye óvatosan kell kezelni ezt a fejlődés, növekedést, mert ugye Isten nem mindig úgy ad növekedést, hogy ébredési időt ad, és akkor megnövekszünk, és nagyon sokan járnak templomba. Van, amikor nem ilyen időszak van. Ugye ezt átéltük a rendszerváltáskor, a rendszerváltás éveiben, meg utána még egy pár évig, hogy egy nagy lelki ébredés volt, és sokan újra csatlakoztak az egyházhoz. Azóta azért ínségesebb időket járunk, tehát itt nagyon meg kell dolgozni azért, hogy elérjünk embereket. És ez az, amit mindig figyelem szem előtt kell tartanunk, hogy úgy, ahogy ön is fogalmazott, hogy ne csak a saját magunk körén belül mozogjunk, hanem figyeljünk arra, hogy elérjünk kívül lévőket, akár szociális nehézségekkel küzdőket, vagy életproblémákkal küzdőket. Tehát látjuk, hogy egyre több beteg van, lelki beteg is, szegénységgel, munkanélküliséggel küzdködő ember, akiknek feje tetejére fordult az életet. Tehát nagy küldetésünk van, és figyelnünk kell arra, hogy őket is lássuk egyáltalán, észrevegyük, lássuk, és elérjük őket. Úgyhogy erre nagy figyelmet kell fordítani. És aztán van, amikor az Isten ad újra ébredési időt, amikor megugrik az egyház létszáma, de van, amikor nem úgy ad növekedést, hogy létszámba, hanem lélekben, erkölcsben, karakterben, hiszen Istennek az a nagy célja, hogy a legjobbat hozza ki az életünkből, hogy az lehessünk, akinek ő teremtett bennünket, akinek ő formált bennünket. Egyszerűen szólva, hogy a legtöbbet hozzuk ki az életünkből. Van, amikor ebben van időszaka a növekedésnek, van, amikor létszámban. Tehát nyilvánvaló, hogy a közösségek megalakítása és folyamatos fejlesztése, a különböző programok segítenek abban, hogy bizonyos értelemben a hétköznap is ünnep lehessen. Igen, egyrészt ez is, másrészt azért a legnagyobb cél az Isten országa evangéliumának, Isten hozzánk szóló örömhírének a hirdetése. Tehát, mert Isten az ő igéjével, az ő örömhírével ért el engem is, meg másokat is. Tehát arra is figyelni kell az egyháznak, hogy önmagában modern és jó programok, azok nem hozzák meg a célt. Tehát én úgy szoktam fogalmazni, nagyon kell vigyázni, hogy nem kultúrház vagyunk, hanem egyház. Nyilván vannak kulturális, népszerű programaink is, próbáljuk minél jobb minőségben megvalósítani, tehát egyértelmű a kulturális szerepünk is, de nekünk a fő küldetésünk az, hogy az Isten örömhírével, az Isten igazságával, szeretetével, maga Jézus Krisztus gyógyító személyével elérjünk másokat. Elérjük az embereket, akik bajban vannak, tehát vagy éppen céltalanul sodródnak az életben. Tehát fontos az áldás és a békesség. Igen. És igen. Azt hiszem, hogy ez jó bizonyíték arra, hiszen mi is azért gyakran járunk különböző programokra, hogy valamennyi korosztály képviselteti magát. Ennél fontosabb nincs, mert az idősekről nem szabad megfeledkeznünk, függetlenül attól, hogy a földi útjuk végét járják, de nagyon-nagyon fontosak a fiatalok is, a töpörtyüktől a nagyocskákig értelemszerűen. Ez így van. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a gyülekezet az nem más, mint Isten nagy családja, ahol együtt vagyunk a legkisebbektől a legidősebbekig. És amit én is átéltem, mikor 18 évesen ifjúsági csoport tag lettem, hogy ami nekem hiányzott a családomból, akár a családi életből, vagy akár személyek, mert már nem voltak velünk, mondjuk nagyszülők, akik már nem éltek, azokat kaptam a gyülekezetbe. Kaptam pótnagymamát, meg kaptam igazi barátokat, meg igazi közösséget. Természetesen nem azt mondom, hogy nem jó családom, nagyon jó családom volt, de ma is látjuk, hogy még a legjobb családokban is
vannak hiányok, amit vagy azért, mert a szülők nem érnek rá, futnak a mindennapi teendőkbe, vagy más okokból hiányzik a családból. És ez egy jó közösség, egy gyülekezet, az meg tudja adni. Tehát látjuk, hogy ugye szoktunk beszélni a régi rendszerről, az átkosról, ugye, hogy mégis a rokoni szálak, a baráti kapcsolatok, a névnapok sokkal jobban meg voltak tartva, mint ma. Tehát ma egyszerűen alig találkoznak, nem hogy a barátok, még a rokonok sem. Ugye, tehát akkor a családban unokatestvéri szál az nagyon közeli rokonságot jelentett. Ma nem sok családban látom, hogy egyáltalán találkoznának az unokatestvérek egymással. Tehát ebben a elhidegülő, elatomizálódó, valódi élő közösségeket nem támogató környezetben, amit nem a hazánk ad, hanem az a világ, amivé fejlődik, mert a hazánkban azért rengeteg olyan jó kezdeményezést látunk, ahol újra előtérbe került a család, újra a gyermekvállalás, és még sorolhatnánk, hanem mondhatnánk, hogy ez a nagy világ, amivé fejlődik, ez nem támogatja az ilyen kapcsolatokat. A gyülekezet viszont ezt meg tudja adni. Én ezt éltem át fiatalon, egy hatalmas élmény volt számomra. Azért azt kimondhatjuk, hogy ízig-vérig székesfehérvári lett a családjával együtt? Hát azt gondolom, hogy erről inkább a fehérváriakat kell megkérdezni. Ők igen. Hogyha azt mondják, hogy igen, akkor én is jó lelkiismerettel mondom, hogy igen. Az biztos, hogy klasszikus értelemben sose éreztem magam így gyütmöntként, hanem az elejétől fogva úgy éreztem, hogy befogadó közösségre találtam, és ez nem csak a gyülekezetre mondhatom, hanem a város és a város lakosságával való különböző kapcsolatokra is. No, térjünk vissza a 200 éves évforduló, hiszen a Széchenyi úton volt ez a beköszönés, ha úgy tetszik, és most pedig a következő időszakban két olyan program is lesz a Budai úti templomban, én is Budai útinak hívom, ami azt hiszem, hogy felkelti a székesfehérváriak érdeklődését. Hát reméljük, hogy ez így lesz. Hát ugye ez teljesen helyén való volt, hogy a nyitó alkalom, a hálaadó istentisztelet, ugye az a Széchenyi úti templomban történt, hiszen az anyaegyházközség az ünnepelt, tehát ugye az anyaegyházközség jött létre 200 éve. Szerintem egy nagyon, nagyon barátságos és nagyon felemelő alkalom volt, olyan lelki élmény, amit nem is gondoltam volna. Persze lehet, hogy csak azért, mert nagyon fáradtan érkeztem oda az istentiszteletre, tehát mindenképpen egy nagyon jó kezdet volt, egy találkozás, egy ünnep. És aztán jönnek a 200 éves sorozatba olyan alkalmak, amik sokféle színt fognak hozni ebbe az ünnepség sorozatba. Azt előre mondom, hogy próbáltuk úgy tervezni ezt az éves programsorozatot, hogy ne valami új extra dolgokat valósítsunk meg, hanem azt próbáljuk megmutatni, hogy miben vagyunk jók. És a Budai úton nálunk azért már a Budai úti zenés esték keretében már több mint 100 koncert, lehet, hogy nagyon keveset is mondtam, volt már az utóbbi évtizedekben. Ez a dr. Szabó Balázs kántorunk, ez meg tudná mondani pontosan, hogy hány zenei alkalom volt már a templomban. Az biztos, hogy több mint 100, de lehet, hogy már a 150-hez közelítünk a 3 évtized alatt. És hát most is egy ilyen alkalmak jönnek sorban. Most vasárnap 14-én délután 4 órától a Herman Zeneiskola növendéke és a tanítványai adnak egy közös koncertet. Lesz benne fuvola, tehát a fuvola tanszéknek a tanárai növendékei, de lesz benne zongora kíséret is, tehát egy nagyon színes program várható. És ami kiemelten nagy koncertünk lesz, az pedig január 27-én szombaton a
az Orfeó és a Purcell zenekar és kórusnak lesz egy nagy koncert, hogy ez a Magyar Filharmónia, országos filharmónia szervezi. Én azt gondolom, hogy nem országos, hanem világszínvonalú produkcióra fog sor kerülni. Sajnos ez belépőjegyes, de én azt gondolom, hogy maga a fellépők, Marcus Creed fog vezényelni, maga a fellépőkre nézve is azt gondolom, hogy ez a jegyár, ez meg fogja érni mindenkinek. Bizonyosan. Nos, hát köszönöm szépen, én bizonyosan ott leszünk, tehát beszámolunk róla, kedves nézőink, önöknek is mondom, és hát az egész évhez én kívánok erőt, egészséget, áldást, békességet, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a meghívást, örömmel jöttem, köszönöm. És mindenkinek sok sikert, jó egészséget az új évben. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmet. A 200 éves székesfehérvári református egyház közösségről beszélgettünk. Vendégem Belze János vezető lelkipásztor volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.